Üdvözlök mindenkit, én Zsuzsó vagyok, és egy újabb videót hoztam nektek. Ezúttal az oroszok egyik nehéz tankját fogom vezetni, amit Sztálin bátyánkról neveztek el, vagyis az IS-1-et. A pálya a White Rock Fortress, amely az 1.45-ös patch-el került a játékba. Battle, vagyis csatamódban folyik a küzdelem, ebből következőleg két bázispont van a pályán, mindkét csapatnak van egy-egy, a miénk a D4-es, míg az ellenfélé a G7-es szektorban van. Ezen kívül mindkét csapat rendelkezik egy-egy újjászületési ponttal, E2, illetve I5-ös szektorokban. Két csapás irány van a pályán, amerre úgy érdemes lehet elindulni. Az egyik az az erődön keresztül, onnan megpróbálni kinyomni az ellenfelet és eljutni így az ő bázispontjukra. Ez a rész eléggé tagolt, eléggé töredezett árkokkal és romokkal, úgyhogy ebből következőleg én úgy gondolom, hogy ez ideális terep lehet a könnyű, illetve közepes tankoknak, főleg azoknak, amelyek jobban manővereznek. A másik lehetséges útirány az pedig az erőd előtere, vagyis a fensík. Ez eléggé dímbes, dombos, és ezért inkább a páncélvadászoknak és a heavy tankoknak kedvezhet. Indítsuk is el a meccset, és lássuk, hogy mi fog történni. Az előbbiekben elmondottnak, hát részben megfelelően, részben kicsit meghazudtolván, én úgy döntöttem mégis, hogy nem a fensíkon fogok menni, hanem a fensíkot megkerülve délkeleti, illetve délnyugati irányból, itt a dombok védelmében megpróbálok elsliccanni az ellenfél mellett, és valahova oda az újjászületési pontjukhoz próbálok meg eljutni, anélkül, hogy felfedeznének. És megpróbálok ott az erődbe igyekvő ellenfeleket megpróbálom oldalba, illetve hátba lövöldözni. Aki nem ismeri az IS-t, azoknak nagy vonalakban gyorsan bemutatnám, hogy ez egy hármas szintű nehéz tank az orosz oldalon. A KV vonalon elindulva lehet eljutni ide. Közvetlen elődje a KV-85, vagyis hát igazából abból lett kifejlesztve a tank. Ez tetten érhető például az azonos toronyban, egy az egyben ugyanez a torony van a KV-85-ön, és azáltal ugyanez az ágyú is, tehát ez a T5-T-s ágyú. Battle rating szempontjából 5,7-es az IS-1, ezáltal és ebből az következik, hogy a német ágon például a két legismertebb tankkal fogunk leginkább találkozni, ez a két tank pedig a Tigris 1-es, illetve a Panther, abból is a D változat. Az IS egy nagyon jól páncélozott orosz nehéz tank. Ugye ez már egy teljesen új fejlesztésű alvázra épült, tehát nem a KV alvázát kapta meg. A front páncélzata a törzsnek 120 mm, most vastagabb, mint a Tigrisé. Az oldala az 90 mm, ami ezáltal hát nem sikerült a legjobban, és az eleje picit le is van gömbölyítve, ami, hogyha szembeállunk az ellenféllel, akkor jó, de ha már egy picit beljebb forgatjuk, akkor az effektív páncélzata így csökken. A hátulja pedig, hát miért is lenne olyan nagyon vastag, ez csak 60 mm. A torony viszont körbe mindenhol 100 mm, vagyis egy nagyon jó páncélozott tornyunk van, amit hát megfelelő átütés nélkül bizony elég bajosan fognak tudni, vagy fogunk tudni csak átütni. Nem a sajátunkat ra gondolok, hanem hogyha egy másik IS-sel, vagy mi arcolunk egy IS ellen, akkor meggyűlhet a bajunk, főleg, de pláne, hogyha nem tudjuk, hogy hova lőjünk. Közben itt mindjárt az első ellenfél fel is bukkan egy Stuk személyében, akit én megpróbálok eltalálni, de milliméterek sikerült csak elhibázni, és az óra elé esett a lövedék, úgyhogy nem majd a következő, de hát erre már nem fog sor kerülni, mert egy Locus a saját csapatomból felszaladt ide a dombra, ahonnan már egyből rá is lehet látni az ellenfél újjászületési pontjára, úgyhogy ő szépen oldalba is lőtte ezt a Stugot, úgyhogy sok bajunk már nem lesz vele. Visszatérve egy kicsit az IS-re, mozgékonysága egész jó, nehéz tankhoz képest nagyon jó a tanknak.
Bár forgalékonysága nem mondanám, hogy kiemelkedő, jobb, mint a Tigris, sokkal. 42 km per óra a végsebessége, ami nevezzük úgy inkább átlagos. Viszont amit észre fogunk majd venni, és főleg a Tigrishez viszonyítva, fog meg hát, ugye a kávé tankokhoz viszonyítva, a tolatás néha iszonyatosan, de olyan érzésünk van, mintha jobban gyorsulna rükvercbe a tank, mint előrefelé. Tehát ezt nagyon jó ki lehet használni a fedezékbe be kiugrálásnál. Ugye említettem, hogy a fordulékonysága az átlagos. Amiről már itt esett szó, az ágyú volt, ugye egy 85 mm-es D5-t-s ágyúról beszélgetünk, ami hát kellemes átütéssel rendelkezik, többféle lőszert lehet hozzá vételezni. Az egyik alaplőszer, ami szó szerint alap, ez egy páncéltörő nagy robban erejű ballisztikai kóppal ellátott lövedék, nem túl harcias átütéssel. Hopp, közben itt egy másik stugot is észrevettünk, aki megpróbálja hát a mögöttünk lévő dombon lévő kis lokusztot zargatni, közben itt a lentről a völgyből légvédelmi lövet próbál minket zavarni, közben itt van egy tigris is, akit hát sajnos az ágyús süllyedésünk az nem a legjobb az ilyesnek, olyan igazi oroszos. Közben itt próbálom a stugot is eltalálni, és itt lehet látni ezt a tolatást, amit hát aki hozzászokott például a tigris vagy a panterféle tolatási módhoz, vagy hát sebességhez, az meg fog lepődni, hogy mennyire iszonyatosan gyorsan és harciasan képes gyorsulni. Hát barátom, mit csinálsz itt? Megpróbáltam keseríteni az életemet, de gyorsan rákopítottam az órára, úgyhogy úgy döntött, hogy ó, neki ebből így elég is, és mindjárt vissza is húzódik. Úgyhogy próbálom még ezt a stugot itt eltalálni, de ennek a stugnak nagyon jól döntött a páncélzata, az a rész, amelyik nincsen döntve, az viszont nagyon jól páncélozott, tehát majdnem 80 mm, hogy nem egy egyszerű dolog őt átütni, közben oldalról mindig zavarnak. Na, még egy következőt megpróbálok. Hopp, ez sajnos a földbe sikerült küldeni. Úgyhogy itt két... ott egy tigris, akit az előbb láttunk, most már rálátok rendesen. Úgyhogy szépen ki is tettük váltóját, mindent így oldalról sikerült megkínálni. És nem voltunk elég gyorsak, hogy betöltsünk. Bár elég gyorsan tölt az IS, ha jól tudom, akkor olyan 9 másodperc környékén van az újratöltési ideje, ami hát nehéz palankhoz képest viszonylag jó, hát inkább olyan átlagos. Próbálom minden még eltalálni a tigrist, ami hát nem feltétlenül a legkönnyebb, megint sikerült az oldalát eltalálni. Ugye, mint említettem, a CS-nek nem túl jó a lövegsüllyedése, erősen konvergál a semmihez. Azt hiszem mínusz 5 fok, ha jól tudom, úgyhogy így eléggé ki kell tennünk a tank elejét ahhoz, illetve hát elég jól föl kell jönni a domb tetejére ahhoz, hogy rá tudjunk bármire is lőni. De azért itt ez egy viszonylag nagyobb plató. Hopp, közben itt mellettünk van egy, ha jól látom, egy hetzer, aki megpróbált minket eltalálni. Ővel azért érdemes vigyázni, mert a hetzernek egész jó kis lövedékei vannak, ami bizonyát ilyen, főleg ilyen távolságból át tudja ütni még a 100 mm-es tornyunkat is. Úgyhogy óvatosan, közben itt egy másik légvédelmi löveg, akit itt egy lövéssel sikerül a más világra küldeni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt a hetzert egy kicsit kezelésbe venni, hát ha nem kimondottan rám fókuszál, és így is van, ha jól látom, akkor lefelé kacsingat a völgybe, úgyhogy itt közben váltottam prémium lőszerre, illetve hát nagyobb átütésű páncéltörő lőszerre, mert a hetszernek az eleje néha meglepő módon le tud pattintani dolgokat, ugye jó szögben van döntve, és viszonylag vastag is, úgyhogy mint említettem, ugye többféle lőszer tudok közben itt egy
Panzer 4G-t sikerül megint. És az előbb ez a jó ember már egyszer kapott itt az órára, most nem tudom, hogy megint mit akart, úgyhogy gyorsan ugye oldalba lövöm, elvéve így a kedvét attól, hogy esetleg engem akarjon oldalon molesztálni. Nem igazán értettem, hogy mit akart a fiatal ember, de nem is baj. Nosza, vegyük kezelésbe ezt a lenti gét is. Egy remek lövéssel sikerült egy kritikust lőni rajta, közben itt kapom én is a tüzérségi támogatást a nyakamba, és megint a fránya lövegsüllyedés miatt nem tudtam a gére rámenni, vagy rálőni. Hát gyorsan visszatérve itt a lövedékekre, ugye az alaplőszerünk egy páncéltörő nagy robbanó erejű balisztikai kukkal ellátott lövedék. Semmi extra, átlagos páncélátütés 115, 10 méteren, 113, 100 méteren, 105 mm, 500 méteren és 110 mm, 1000 méteren a páncélátütése. Ezen kívül még alaplőszerként HL lőszert, vagyis nagy robbanó erejű lőszert kapunk, aminek fix 12 mm az átütése. Hopp, és itt közben folyamatosan jelennek meg az ellenfelek, akiket hát próbálok kezelésbe venni, ugye egy újabb hetszer. De azért annyit tudni kell, hogy mivel ez az új elszületési pontjuk, ezért az itt megjelenő szépen a hetszer az oldalát mutatja, az meg olyan, mint a papír, úgyhogy azt így egy lövéssel sikerült is elpusztítani. Próbálom a másikat, itt a hát, ha jól tudom, akkor ez egy Panzer 3, de nem Panzer 3, M, azt hiszem. Ezt is próbálom kezelésbe venni, nagyon rossz helyen találtam el a front páncélját. Sajnos, de majd talán a következő, így van, az el is pusztította. Közben még egy légvédelmi löveg, igazából neki az ő ágyúja az, vagy lövedékei az csak pont arra jó, hogy zavarjanak. Közben megállt, és így pont rossz helyre lőttem, de se baj, majd próbáljuk meg a következővel, ez is egy lövés, remek. Nálam most a tankban a másik kétféle lőszerből van betáplázva. Az egyik, az egy páncéltörő nagy robbanerő lőszer, aminek az átütése már elég, tehát már harciasabb, már jobb, mint az alaplőszeré. 123, 10 méteren, 119 mm, 100 méteren, 110 mm, 500-on, 104 ezren. És a másik fészekben, vagy a kettes számú pozícióban nekem APCR lőszer van betáblázva, aminek viszont remek jó átütése van, viszont van egy olyan problémája, hogy mivel az egy páncéltörő kompozit lőszer, ezért nincs robbanó töltete, és bár szinte mindenen átmegy, mondhatni olyan, mint a skála, hogy szinte minden szinten, szinte minden víz, de sokszor hiányzik ez a másodlagos robbanó erő, amit a APHL lőszer ad. És itt szerencsétlen módon valahogy sikerült úgy meglőni az ellenfelet, hogy elment alatta, mellette, és sajnos a saját csapattársamat sikerült így meglőni. Az első lánckerekét találtam el, és ezáltal a váltója hát egy kis csorbát szenvedett, illetve hát egy kis nem érzi túl jól magát, mondjuk úgy. Na de se baj, reméljük, hogy nincsen, nem lesz különösebben semmi baj ebből. Itt viszont vessünk is egy pillantást közben a minitérképre, ahol lehet látni, hogy az ellenfél időközben elkezdte elfoglalni a mi bázispontunkat. Természetesen néhány csapattársunk van az ő bázispontjukon is, illetve a mi bázispont környékén van egy-két emberke, aki megpróbálja megállítani a kempet. Ebben a módban ugye, hogyha valamelyik csapat elfoglalja a bázist, itt közben történik egy érdekes dolog. Ha ezt valaki meg tudja magyarázni, hogy mi, akkor azt a szeretettel várom a videó hozzászólásai között. Szóval, hogyha valaki elfoglalja, vagy valamelyik csapat elfoglalja a másik bázispontját, akkor az a csapat nagyon gyorsan elveszíti a pontjait, mint ahogy most ezt itt lehet is látni. Úgyhogy sajnos, bár nyerő helyzetben és nyerő pozícióban voltunk, mégis mivel nem tudtuk
megállítani a kempüket, ezért elvesztettük a csatát, úgyhogy ez egy buktavári lett. Hát remélem, hogy tetszett a videó, és kellően demonstrálta az IS-nek a néha troll páncélzatát, illetve hát az ágyú képességeit. Ha tetszett a videó, akkor én megköszönöm, hogy lájkoljátok, és remélem, hogy nem sokára találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket, én Zsozsó voltam, sziasztok!